Sziasztok, üdv újra a csatornán, igazából most egy koncert kibeszélőt szeretnék tartani, vagy igazából egy koncertet szeretnénk kibeszélni. Mivel a csatorna tartalma inkább a filmekre fókuszálódik, így nem hazudtottuk meg magunkat, és egy filmes koncertre mentünk el. Itt a Győri Filharmonikusok keretében előadták a James Bond leghíresebb betétdalait, főcímdalait, és igazából segítséget is kérek a beszámolóhoz, mivel nem egyedül néztem meg, hanem két legjobb haverommal, András a jobb oldalon. Sziasztok! És Zsombor, alias Keresztapa a bal oldalon. És igazából ez egy ilyen közös élménybeszámoló lenne, és szerintem kezdjük is veled, mondj pár pozitívumot, mi az, ami neked tetszett, mi az, ami jó volt így az előadásban. Mivel neked ez már nem az első. Hát igen. Kezdetnek mindenképpen azt mesélném el, hogy én nem most először voltam ugyanezen az előadáson, előtte még a Fertőrákosi Barlang Színházban is ugyanezt. Kicsit más akusztikával, kicsit más élménnyel megtekinthettem, meghallgathattam. De azt kell mondanom, picit sem csalódtam a mai verzióban, bár a műsor ugyanaz volt, de levett a lábam. Mi az, ami más volt? Mi az, amit így ki tudsz emelni az egyik előnyére, másik hátrányára? Igazából mondhatom az énekesnőknek a ruháját, ami teljes mértékben megváltozott az előzőhez képest. Mondom, a kőfejtőben hidegebb volt. A kőfejtőben már hidegebb volt, az júniusban volt, ez sem teljes mértékben igaz, de fűthető székekkel, amit nem használtam. De igen, más ruhákban voltak az énekesnők. De ugyanaz más volt kicsit a kivetítés, mert ugye az is volt a előadás alatt, közben a híres James Bond jeleneteket megtekinthettük. Nyilván az is egy kicsit más volt, illetve más szögből, más akusztikával is lehetett átérezni. Nyilván ez egy nagyobb befogadó képességű terem volt. Ott az egy inkább, hát ha nem is családiasnak mondom, de mindenképpen fele, negyed ennyi ember lehetett meg. De akkor ugyanazok az énekesnők, ugyanaz a karmester, ugyanaz a műsorvezető, ugyanaz a három énekesnő, és teljesen ugyanaz a műsor is. Egy kicsit változtatták a vágásait a betét filmeknek, amiket láthatunk a jeleneteknek. Mivel távolabb voltunk talán most a színpadtól, ezért néha bevágták azt is, hogy nagyba lássuk az előadókat, ami szerintem egy jó változtatás volt, mert például, erről biztos fogunk majd beszélni, voltak olyan jelenetek a filmekben, amit nem feltétlen, mint hogyha nem láttam volna az összes James Bondot, nem feltétlen néznék meg rögtön így előre, egy spoiler. Igen, egy szóval spoileres videókat vetítettek akkor. Főleg így a legutolsó Bond filmmel kapcsolatban, ami nem is rég jött ki. Igen. Igen, igen. De ha jól tudom, akkor említetted is, hogy figyeltek rá, mert nem lőtték el az utolsó poén. Direkt ott egy vágás volt itt most a koncerten. Nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy mértékben ezzel foglalkoztak, de így is elég sok spoilert láthattunk, hogyha... Jogos. Viszont ha valaki soha nem látott egy James Bondot, se az úgyse jegyzi meg, mert igen, ennyi spoilert képtelen. Persze, mert aki valószínűleg... Volt 60 évig volt. Igen. Meg aki erre... 60 év alatt nem nézte meg, az ezután sem. És aki erre eljön, valószínűleg fan. Így valószínűleg képben van így a dolgokkal. Vagy csak a Győri Filharmonikusok fanja, ezt ki tudja. Vagy Rákesz Gergely fanja. Vagy a Rákesz Gergely fanja egyébként, igen. András, vélemény? Egyébként én összehasonlítanám a tavalyi, egyébként hasonló helyszín, ugyanez a csapat, John Williams előadását nézhettük meg, és szintén a Győri Filharmonikusok előadásában. Azzal egy kicsit összehasonlítva szerintem ez a koncert jóval pörgősebb volt. Tehát ez inkább ilyen leülősebb, kicsit ilyen chillesebb, ha úgy tetszik, ilyen lazább, kicsit ilyen elmerengősebb volt, ez jóval ilyen pörgősebb Bond filmek. Az is egyébként a level spoiler, ha már itt tartunk, az egész filmet levágták. Viszont itt volt egy-két film, amiben konkrétan ilyen három jelenet ismétlődött, viszont kb. Azok voltak a legjobb részei a filmnek, úgyhogy... Általában okay. Mindig a csajos jelenetek. Hát egyértelműen ki voltak egyébként ezek emelve, főleg volt a For Your Eyes Only, ha jól emlékszem, ott amikor többszörösen a... levetkőztették ugyanazt a... Nem, az, amire gondolok, az a... az a világ ideje, a világ nem elég? A világ ideje a miénk, vagy a világ összes ideje a miénk. Igen. Volt egy All Time in the World, és... Na, ott például konkrétan csak azt láttuk, hogy minden jelenhez be a csajt éppen, hogy fűzi be az úriember elegánsan.
Roger Moore mindig ilyen volt. Az egész Bond film sokszor... Ez a szexepvíze. Persze, hát neki konkrétan 3-4 Bond lányt fogyasztott per film. Igen, igen, igen. De itt a probléma, hogy nem tudom, erre a témára később akarunk rátérni, a Bond lányok. Abban az időszakban mondhatjuk úgy, hogy nem sok hozzáadott értéke volt a Bond lányoknak a dolognak, hiszen csak, ahogyan te mondtad, 3-4-4-et elfogyasztott, és igazából a maszkulinitást erősítette a filmbe, és úgymond lenyomta azt, amit viszont a mai, a jelenkori Bond filmekben már egyáltalán nem tapasztalhatunk. Igen, konkrétan így, amit hozzátehetünk, hogy a régi Bond lányok max annyit csináltak, hogy amikor már satúba volt a Bond, akkor a végén odadobták az óráját, vagy lelőtt, igen, vagy igen. Leütött, vagy cserepet dobott rá, ilyen alapvető heroikus akciókat. De véletlenül sem változtatta a film menetét az igen. érzelmi szakasz, egyáltalán, ami kiválthatott. Egyáltalán, például, ha vegyük például konkrétan az Eva Greennek a Vesperét, ami konkrétan az egész filmet szinte a hátán vitte. Igen, hát csak így... azt a filmet, hanem utána még kb. 5 filmet igen, ez annak ellenére nem spoilerzunk úgy. Viszont még amit kiemelnék, hogy ez amúgy a Pierce Brosnan-nél változott szerintem igazán meg. Uh-huh. Tehát ott jöttek be az erősebb női karakterek. Igen, igen, igen. A Daniel Craig-nél meg... gonosz női karakterek igen, is. Daniel Craig-nél meg teljesen átformálódott, és ott már igazából a személyiséget is kaptak. És nem csak egy biodíszlet volt a női szereplő, meg a női színész, hanem effektív értéket is adtak a Bondnak. Igen. Főleg az utolsó filmben is, ahol azért már nem mindenkivel fekszik le Bond, hanem csak azzal, akit szeret, illetve lehet, hogy még egy utóda is lett. Amit konkrétan nem mondtak ki a filmbe. De szerencsére a koncerten ezt is elszpoilerezték. Ha igen. szeretnétek tudni, nézzétek meg a filmet, hogy olyan lett-e. Igen. Kiderül. Igen. Egyébként nagyon jó volt szerintem is. A bejátszások nagyon jók voltak, nagyon sokat hozzáadtak egyébként. Így elképzelni azt a korszakot a zenéhez is, hogy milyen különböző korszakban játszódik a film, milyen zenéket kreáltak hozzá. Az kicsit szomorú volt, hogy legtöbbször ugyanazokat játszották be. Sokszor volt, hogy ismétlődtek a jelenetek, és mondjuk kétszer-háromszor is akár ezt a lebet közös jelenet is, amikor a Pierce Brosnan megfosztja a ruhájától a hölgyet. Majd utána megtalálja hova tudom. Megtalálja hova tudom, igen, azt kétszer is bejátszották. Nem volt rossz egyébként, de szerintem lehetett volna más jelenetet is beleszúrni abba a az a baj, abba a filmbe... Ezek a legjobbak. Hát így, igen. Igen. Hát, jó, sajnos elveszett. Nem minden James Bond filmet lehet kimagaslónak nevezni a film miatt, maga a filmek is a jelenetek miatt, de van, ahol pont a zene az, ami miatt igen. ide került a koncertre, végül is most ez egy hangverseny volt. Őszintén szólva nekem volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy kevesebb figyelem kerül az énekesnőkre, kevesebb figyelem kerül a zenekarra, mert mindenki csak nézi úgymond a kivetítést. Mint egy filmet. Igen, mint egy igen. filmet. És éppen ezt tetszett benne sokszor, hogy nem mindig csak a jeleneteket láttuk, hanem átváltott hirtelen igen, arra, ami, igen, hogy lássuk az előadókat is, és tényleg eszünkbe jusson, hogy amúgy egy koncerten vagyunk, ahol igen, igen. élőben adják elő, és énekelnek, és játszanak nekünk, nem csak a 60 éves-től 10 éves filmig. Igen. Nézzük arra jelenetet. Illetve itt is megvoltak ezek a szekvenciák, hogy híresebb dalok, nem híresebb dalok, és valahogy szerintem tök jól váltakoztak, hogy amikor nem egy híres dal szólt, akkor kicsit mindenki így elbambult, és kicsit így bele tudott menni a filmbe. Nagyon jó volt egyébként felépítve. Nyilván a fő témával kezdték, egy olyan dallal igen. zárták, a Skyfall-al, ami egyébként ikonikus. Mondjuk utána még volt kettő. Hát igen. Ráadás az minden. Viszont amit szintén hozzáfűznék, ami például, amit a Zsombor el is mondott, hogy ami hiányzott a John Williams koncert, az ugyanez. Tehát ott sose kapott más fókuszt. Mindig ott csak is kizárólag a videó. Igen. A film. Igen. Igen. Tehát igen. Ott csak az bámulták az emberek, hihiha a Harry Potter, meg Jurassic Park, meg ott még az sem volt, hogy énekeljenek, ami egy kicsit talán jobban igen, magára igen, hozza az ember igen, figyelmét. Igen. Ott tényleg az volt, mint hogy a jó nagy kivetítővel nézem a filmet, és mögöttem úgyis megy a zene. Igen. És a hölgyek egyébként nagyon-nagyon-nagyon jók voltak, főleg a No Time to Die-t, amit így vártam személyesen, illetve a Golden Eye-t, amit nagyon-nagyon eltaláltak, és a Writing on the Wall című számot nagyon-nagyon jól el tudták énekelni. Szerintem az a legnehezebben elénekelhető Bond szám. Bár énekelni nem tudok, és nem sokat konyítok ezekhez. Mert egy kivetsző videókat. Igen. Tegyük hozzá, hogy három női énekesnő volt. Három női generáció. Grácia, hogy mindig nevezte a igen, Rákász igen. úr. És ezt azért emelem ki, mert ugye vannak dalok, például ahogy most Péter mondta, a Writings on the Wall, amelyet igazából Sam Smith
mint férfinek kell jól. De egyébként ez így nagyon durva. Igen. De a Live and Let Die is ugye Paul McCartney-vel egy férfinek. Igen, viszont azt le kell szögezni, hogy alapvetően viszont amilyen erősebb férfi hangorgánumú zenéket, például, mint például a Thunderbolt, azt inkább csak lenyomták, úgymond a filharmonikusok, és nem volt aláéneklés. Igen. Csak ez talán ez egyetlen negatív, amit fel tudok hozni, viszont de mégis nem feltétlen az, mivel volt még ugye a Casino Royale témája is, ott is ugyanez. Igen. Tehát, hogy nem énekeltek, viszont alatt is ugyanez. Igen, úgymond a magasabb hangú férfi énekesekeket viszont könnyen énekeltek. Persze, Paul McCartney az könnyen énekelhető volt a hölgyeknek, illetve a Sam Smith már kevésbé, de mégis. Igen, tökéletesen. A Sam Smith konkrétan szinte női hangon akar énekelni ott a refrénpályán. És sikerült. Igen, és nagyon jól csinálták. Igen. Azt említettem, vagy nem tudom, hogy említetted, de hogy a műsorvezető ugyanaz volt, amikor te voltál, igen. Szintén a Rákász úr volt, igen. Az? Nem tudom egyébként, hogy ez egy ilyen turnéje a Rákász Gergely, illetve a Hölgyek és a Győri Filharmonikusok. Hát, hogy egész országos, az jó kérdés, de Fertő Rákoson is volt, itt is van, az, hogy lesz-e még. De nincsen messze Fertő Rákoson. Hát, egy Magyarország turnének. Hát három hónap alatt ezt a 100 kilométert megtették. Igen. Ez ilyen lassan halad meg, akkor valószínűleg nem. Nekem... Lehet minden Sopron és Győr közötti faluban volt, csak mi pont ezt vettük észre. Egyébként jó volt Rákesz Gergely, és nagyon sok James Bondos point nyomott el, nagyon sokszor, nekem picit már ilyen erőltetetnek tűnt, néha-néha, de próbálkozott. A John Williams koncertnél jobb volt egyébként a kivezette. Igen, az a John Williams igen. Koncertnél nem mondták el azt, hogy ők a filharmonikusok, a Győri. Igen. Meg aztán, hogy a nevem Gergely. Rákász Gergely. Igen, az viszont... Ez kicsit... És ezt így még így tízszer. Tehát... Igen, mindenki vele játszotta, igen. Minden jó, de... Persze, hozzá van. Voltak azért ilyen spontán poénok, mint az Oktopuszinál. Nem fordított el a címét, mivel a vallását illetve. Igen. Pedig amúgy igen. Meg az aranykéz. Igen. Aranykéz, Goldfinger. Igen. Jó, tudom, Goldfinger nincsen magyar fordítása. Mert ugye ez egy név. Igen. Ja. De még az Octopussy is név. Octopussy is, aha. Tehát, ja, hogy mondjuk a Skyfall-t fordították le. Égszakadás. Égszakadás. Igen. Igen. Ja, hát az végül is a helyiség neve. Pedig a Phantom volt amúgy, igen, a Spectre-t. Spectre a Phantom visszatér. Így van. Egyébként talán a Skyfall-nál vettem észre azt. A Quantum Change is, de... Azt, hogy a legjobb volt ez a hang, illetve a bevágások. Szerintem egyébként a Skyfall legjobban kinéző film, így cinematik tekintetében, és valahogy tök jól látatta ezt a kettősséget, de abszolút jó koncert volt, és abszolút megérte. Szerintem nagyon-nagyon jó élmény volt. Mind filmrajongóknak is egy plusz élmény volt az, hogy máshogy halljuk ezeket a zenéket, nem csak így YouTube-on vagy Spotify-on keresztül, hanem élőbe is egy kis átdolgozást. És nagyon-nagyon jó volt. Kíváncsi leszek, mi lesz egyébként jövőre, hogy milyen újabb filmes, hasonló zenekaros előadás lesz. Howard Shore. Akár yeah. Vagy egy Hans Zimmer. Hans Zimmer, igen. A Tomokarcás sávú. A Running Zavaldi, az is jön. Igen. Van bőle. Vannak lehetőségek. Ahogy egyébként a Hans Zimmer is jöhetne. Hans Zimmer jöhetne élőben. Jó lenne. Jön Pesten. Bécsben, Budapesten van neki lehetőség. Igen. És befejezésnek mindenkitől szeretnék kérni Best of 3 James Bond-dalt. Mármint amit hallottunk ma, vagy ahogy alapvetően? Hát így alapvetően, ami így a kedvenc. A legtöbbet hallottuk. Hát nem az összeset, de... Igen. Na nézzük. Ja, én. Jó, nekem mindenképpen nagy kedvencem a GoldenEye, ami egy ilyen ikonikus, nagyon híresebb darab. Második helyen mondanám a Goldfingert, ami szerintem egy nagyon erős kezdés volt. Így és igazi, ugye ilyen ikonikus, és ilyen az a divával együtt óriási. Így van. És a No Time to Die, amely azt kell mondanom, Billiár is előtte nem szívleltem annyira, de ezzel... Igen. Ez már a filmet, amikor először láttam, akkor megfogott, és fantasztikus volt. Igen. András? Jó, akkor én jövök. Top 3-at így nagyjából így helyezett
ként is mondanám, tehát a harmadik nálam konkrétan szerintem egyébként nehéz, mivel tényleg amit ma hallottunk, az mind csodálatos volt. Én talán harmadiknak, ugye nem hallottunk belőle sokat, de én a Man with the Golden Gun-t helyeztem, mivel az baromi jól kijött akusztikusan, illetve az egy nagyon pörgős szám, tehát így konkrétan alig bírtam a székemen ülni, ennyire jó volt ezt így hallgatni. Másodikként én egyébként a Live and Let Die, az szerintem, hogy így berobbantak a gráciák, hogy így Live and Let, és puyir, és így ment minden, az egész magával, mint egy ilyen bomba, úgy robbantak be, az nekem elképesztően tetszett, és hát Billiálist szeretném is kiemelni. Igen. És hát nem Billiálist, de a dalát. Igen. Főleg úgy, hogy én először, amikor meghallgattam, kicsit ilyen keserédesen hallgattam, hogy oké, Billiálist, először meghallgattam, hogy ő lesz a zene énekese, akkor így kicsit úgy voltam vele, hogy jó, rendben, felkapott legyen. Egyáltalán voltam elragadtatva az ötlettől, meghallottam a számot, akkor is egyszer meghallottam, azt mondom, hogy meh. Aztán amikor megláttam az intrót a No Time to Die-ban, akkor így azt mondtam, hogy ez valami jó. Konkrétan annyira jól passzolt az egész témához, meg így az egész filmhez, az egész intro cinematikhoz, hogy az valami elképesztő. Igen. Szóval nekem ez mégis egy ilyen hatást váltott ki. Plusz egyébként nagyon jó volt látni jeleneteket is a filmből. Igen. Nekem egy nagyon pozitív csalódás volt a film. Igen. Kérlek. Nekem a harmadik a Skyfall. Igazából, amikor kijött a szám, nagyon sokan játszották a rádióba is, mindenhol, és volt egy kis undorom egy idő után, hogy már annyiszor hallottam, hogy már erőtom volt tőle, de valahogy a filmet megnézve még kétszer-háromszor valahogy így megérlődött bennem, hogy ez eléggé komor és sokat mondó számról van szó, és nagyon jól illett egyébként a filmhez. A második a GoldenEye. A játék miatt is, az N64-es játék miatt is, meg valahogy nagyon-nagyon jó az a szám, nagyon-nagyon... Nem, merész, nem is tudom, hogy mondjam. Nagyon-nagyon vad, ugye a magas hangokkal is egyébként, főleg a vége szekció az nagyon-nagyon tetszik, és hát... Talán a GoldenEye-ra egy kicsit visszatérve, ami nekem baromira tetszik a GoldenEye számba, egy kicsit az egy ilyen modern, de mégis ilyen régies, tehát mégis ott van egy énekesnő, aki elképesztő hangokkal rendelkezik, és mégis egy ilyen modernebb feldolgozás látszata van ennek az egésznek, és így szerintem a Pierce Brosnan első filmje ezt tökéletesen passzol. Igen, igen. És azt kell mondani, hogy Tina Turnert azért nehéz imitálni, de a mai előadásban nem csodott. Igen, főleg úgy, hogy még meg is hallgattuk utána a kocsiba hazafele, és igen. Főleg úgy, hogy én direkt vártam, na ezt hogy énekel, na ezt igen, hogy énekel, én is vártam. És ügyes volt. Lát alapban. Igen. Az első pedig nem más, mint a No Time to Die szintén. Milyen meglepő, igazából Billiálist én se szívleltem annyira, de nagyon tudta hozni. Egyébként nagyon tudta hozni. Valahogy ez a klasszikus Bond feeling szerintem nagyon megvolt ebben a számban. Valahogy ilyen kis nyüansznyi kis hangok, amik így utaltak vissza akár a régebbi kis James Bond filmekre, illetve a nemességre, amit ugye a James Bond is képvisel. És ez volt az a szám érdekes, ami kijött, és rá egy évre, vagy másfél évre jött ki a film, és amikor moziba ültünk, én is vártam, hogy egyszerűen halljam a moziteremben a nagy vászon előtt, hogy milyen lesz, és nagyon-nagyon jó volt, akár itt az előadáson is, akár Billiális előadásában is. Az itteni előadás egyébként picit nekem jobban tetszett, azért, mert Billiárisnak jó hangja van egyébként, csak még hallatszik az a rekettes, kicsit gyerekes hangja. Igen, Billiárisos. Igen. Itt pedig ilyen felnőtt nők énekelték igazából egy más... Gráciák. Igen, gráciák. Nézzék meg őket. Igen. Esetleg, igen, nézzük a videót, akkor elnézést, gráciák. És valahogy teljesen más orgánumban énekeltek, és valahogy nagyon ilyen komolyabbá tették az egész zenét. Meg tényleg nagyon-nagyon elcsípték szerintem. Hát igazából akkor elmondhatjuk, hogy hármunk közül te képviseled, András, ezt a klasszikusabb vonalat. Ó, ez egyértelmű. Nálad egyébként több régiebb szám van. Tehát én nagy Sean Connery fanatikus lesz leszögezném, és nekem ő a kedvenc Bondom. Viszont a kedvenc film a Casino Royale. Tehát azért van egy kis átmenet, de mégis nekem a Sean Connery így összességében. Tegyünk egy kis csavart. Top 3 James Bond film. Húha! Igazából megbeszéltük az elején. Kellett, ne, hogy az összeset hirtelen így be tudjam lőni magamban, már pedig főleg a régiek közül Roger Moore-tól inkább kevesebbet
tudnék így teljes mértékben felidézni. Nekem mindenképpen Daniel Craig a kedvencem. A Casino Royale és a No Time to Die mindenképpen ott lenne a top 3-ban. De a harmadiknak egy Pierce Brosnan féle, melyik az a jégpalotás? A Tomorrow Never Dies. Nem a Tomorrow Never Dies, igen. A Haj meg máskor. Így van, az lezenném a harmadik helyzet. Miranda Frost, Gustav Graves. Igen. Amikor részakórában, az ugyanaz a film. De és még hozzátenném ilyen bónusznak, hogy a Spectre első látásra nem adott sokat, de amikor már a No Time to Die-vel együtt tekintjük meg, akkor azért fel lehet benne felezni olyan nüanszokat, hogy jobban megszereti az ember. Mi úgy jöttünk ki annól a Spectre moziból, hogy kicsit ilyen üresség volt benne. Igen. Mint hogy egy ilyen lezáratlan dolog lenne, ez és így azt mondtam, történt, hogy na ez a film, ez így nem jó, de ha folytatják, akkor ez elég jó lett. Ez én így fogtam fel, és nem csalódtam egyébként a folytatást. Igen. Egyébként megvan ez a szekvencitás elvileg a filmekből. Egy jó Bond után egy rossz Bond idézőjelbe következik, akár a Quantum Change, hát a Casino Royale. Hát meg is a Spectre. Spectre után, igen, Skyfall, rossz. Spectre és a No Time to Die. De elvileg megvan. Ezt a Pierce Brosnannak mondd el, hogy nagyon jót is kéne. Igen. Ja, akkor én jövök, gondolom. Hát én Pierce Brosnan film nem rakok a top 3-ba. Sajnálom. Már elfogadom. De a Black Adamra kíváncsi lesz, hogy Dr. Fate-ként. Igen. Úgyhogy... igen, nekem a harmadik helyezettem a Skyfall. Egy Daniel Craig. Illetve a második, mint klasszikus, nekem a Goldfinger az határozottan. Egy igazi klasszikus, tehát az egész így szerintem ott épült ki. Nagyon sokat adott az a film ahhoz, ami jelenleg a Bond karaktere. És az első a Casino Royale, mivel az így annyira maradandót alkotott, konkrétan úgy, hogy senki nem várta, óriási kihagyás volt, ugye a Haj meg máskor és a Casino Royale, azt hiszem 7 év vagy 6. Igen. És mégis így mindenki fújott a Daniel Craig-et, hogy hát hogy néz ki, inkább egy orosz ügynök, meg így tényleg így nem tudták így britnek nézni, úgymond, de mégis egyébként teljes mértékben elvitte a sót. Igen. Főleg az első fekete-fehér jelenet, amikor úgy azzal bizonyította be szerintem, hogy ő méltó. És nagyon jó színész is. Igen. A gonosz. A gonoszokat mind a háromba ki tudnám emelni. Szerintem talán az egyik legjobb Bond gonosz az a Silva egyébként a Skyfall-ban. Igen, az nagyon jó. Nagyon szeretem azokat a Bond gonoszokat, akik önmagukban is képesek azért így harcba akár egy-egybe így kiállni a Bond ellen, és... Akkor ezt az utolsó gonoszra nem mondanám. Nem, egyértelműen nem, de még ugyanúgy a Goldfinger-re sem. Viszont ott az Oddjob egyébként határozottan jó volt, és ez a kettős, ez szerintem nagyon jól kiadta a filmbe. Viszont mégis azért hozzá kell tenni ikonikusságban, szerintem a Mads Mikkelsen is. Igen, nagyon-nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Úgyhogy, kérlek. Hát igazából én Daniel Craig éra nekem nagyon-nagyon bejött. Szeretem a régebbi filmeket is egyébként. Megvan a maguk stílusa, a maguk korszakában nagyon nagyot alkottak, és főleg ennyi után visszatekintve nagyon ikonikus, akár a stílus, akár az öltözködés, akár a zenék is nagyon-nagyon tetszenek. Viszont nekem a top 3 filmem mindegyik a Daniel Craig érából van. A harmadik a No Time to Die. Azért, mert ott mertek egy újat húzni, és... Spoiler? Nem spoiler? Max kiírom. Hát plusz munka. Szóval igazából spoiler, ugye Bond meghal a végén, és rossz volt egyébként a fő gonosz, de viszont elmondhatja magáról, hogy ő volt. Nem mondanám rossznak, inkább csak átlagos. Átlagos. És mégis ő ölte meg? Lehet így mondani? Nem. Meg még egy elvette az életkedvét. Igen. Tehát a Bondot így nem lehet megölni. Igen, ugye alapból tudjuk azt, hogy igazából James Bond egy fedőnév, szóval... Nem úgy értettem, hanem hogy tényleg mondod meg, hogy a csávó. Ő csak akkor tud meghalni, hogyha ő az életkedve elmegy. Igen. De... igen. De egyébként nagyon-nagyon jó volt ez a film. Most néztem, hogy 2 óra 40 valány perces volt, 45 perces volt, és nem vettem észre egyébként, valahogy egy ültünk a moziba, és így eltelt az idő, ilyen kellemes kis fél óra intro. Igen. Úgyhogy igen. Illetve a második, az a Casino Royale, örök klasszis szerintem, nagyon jól kezdett Daniel Craig, és az első a Skyfall. Én igazából nagy filmfanatikus vagyok, a filmekben egyébként azt szoktam nézni, hogy néz ki, milyen a vágás, milyenek a fények, és a Skyfall nagyon-nagyon el lett találva, és nagyon-nagyon jó film lett.
Szóval igen, határozottan pozitív élményekkel gazdagodtam. Igen, igen, igen. És ha nektek is van lehetőségetek egy ilyenre elmenni, ne halasszátok el. Nagyon-nagyon jó élmény, és tényleg egy más hangzásban is halljátok azokat a klasszikus dalokat, amiket a filmvásznon, vagy legalábbis otthon hallhattatok. Köszönöm. Igen. Reméljük, hogy tetszett, és köszönöm szépen a vendégszereplést, és a legközelebbi videóban találkozunk. És iratkozzatok fel. Természetesen. Sziasztok. Sziasztok.